Oké, srácok, menjünk tovább. Az előbb teljesítettük az optional challenge-et, és most követjük itt a jelzést. Újra a dzsungelben. Ott hagytam volna az arany szobrot. Igen, mert itt véget érnek a romok, de még így is gyönyörűen néz ki ez a hely. Nézzünk szét egy kicsit, mert itt aztán tényleg el lehet rejteni égköveket, és ugye az égkövek kellenek nekünk, hogy jobb fegyvereket kaphassunk a ládákból. Úgyhogy kicsit körülnézünk. Hoppá, te itt mit csinálsz magadra? Hát itt vannak, de hát ezek nincsenek elrejtve. Egyébként mindjárt feltöltjük azt a kis progress bar-t, folyamatábránkat. Oké, itt nincs semmi. Nem baj. Nem azt mondom, hogy megérte, de legalább nyugtunk van, akkor onnan jöttünk, akkor erre megyünk tovább. Annyira gyönyörű, srácok, közben már megy el a hangom. Oké, meg is érkeztünk egy újabb helyre. Itt megint vannak romok, meg ó, megint ezek, akiket nem lehet olyan könnyen megölni. Na gyere! Au! Őket így fel kell gyújtani, viszont ők is felgyújtanak engem. Ők ugye nem szeretik a fényt. Csak így elég lassan lehet megölni őket. Ezek hatalmas oszlopok annyira tetszenek. Nem tudom miért, srácok, nekem az ilyen kis apróságok is nagyon bejönnek. Na, ó, nem már még fel is gyújtott engem. Most már ne léghetnél! Hogy? Jó. Parker? Lehet, hogy nem. Azt hittem, itt a nagy oszlopokon kell ugrálni. Viszont itt tudja, hogy van valami. Ja, még egy izé. Ó, és így most lehet sebezni, amikor ég. Na, minden nap tanul az ember valamit. Igen. Ajaj. Ó, ne, 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 ne. Úristen, mi volt ez az egész? Beomlott alattunk a talaj. Ez azt jelenti, hogy ott meg lehetett volna menekülni, vagy az egy komplett csapda volt? Próbáljuk már meg még egyszer. Én szerettem ezt a... technikát. Tehát elkezd omladozni minden. Aha, nem, ez tüske végig minden, mindenhol. Tehát ez mindenféleképpen egy csapda. Az olyan kalandoroknak, mint én. Oké. Ezt azért jó tudni. Na jó, akkor menjünk tovább. Itt nincs valami elrejtve. Nincs. Jó. Aj, ezek a növények. Nézzük, mi van erre. Itt már van azért ugrágatós, mászós történet. Igen, srácok, ez egy ilyen kis lazább videós minisorozat. Mert nem egy ilyen akciódús pálya, inkább ilyen kis gondolkodtató, néha harcolós történet. Itt hogy kell felmenni? Fogalmam sincs. Szóval ne várjatok most itt ilyen nagyon pörgős videót erről a pályáról. Ez egy tipikusan ilyen pálya, ami ilyen kis lazulós, gondolkodós, nyugtató, főleg ezzel a zenével. Konkrétan helyreállítja a lelki békémet. De itt hogy kell? Hát arra felugrok. Ja, hogy oda nem megyek tovább, az lehet, hogy csak egy elterelés. De nem, mert itt nem tudok mit csinálni. Tehát fel kell mennem a tetejére, nem? De akkor meg miért vannak oda lent azok a... Áh! Az a baj, hogy innen nem tudok sehova ugrani. Hát innen a 100%-on nem tudok odáig elugrani, mert az... Nagyon messze van. Valahogy fel kéne jutnom a tetejére, de... Ezekkel a mászókkal nem tudok, mert feljutok ugyan a legfelsőig, de onnan nem tudok tovább menni. Látod? Tehát itt nem lehet felugrani. Az pedig nem tart meg, tehát most... Nem is tudok átugrani oda. Hogy jutok én fel ennek a tetejére? Egyébként itt van fa. És azt fel lehet gyújtani. Tehát, hogy... Ja igen, és akkor erre jó ez a mászó cucc, mert ott meg van ilyen kis... ékkő. Aha. Aha, meg itt van egy láda is. Na jó, akkor nyissuk ki előbb a ládát. Ja, nem, előbb összeszedjük, hogy nagyobb szerencsénk legyen.
És visszajövünk ide. Legendary! Ó, szia! Gyere csak! 6-ot sebez, hát az nem túl sok. Még ezeket itt hagyhatnánk, mert vannak képességei ezeknek. Tűzgolyó? Igen, neked mi a képességed? Tűzgolyó a talaj láva, floriz láva képessége van. És azt hogy aktiválom? Shift és bal klik. Ez fura, itt mindent megcsináltunk, igaz? Igen. Jó, nem. Ó, még ezzel gyorsabb is vagyok, most nézem. Ó! És itt van a Floriz láva, oké, ez a képessége, nagyon király. Viszont ezt még mindig nem oldottuk. Ja, hogy itt is lehet égetni fát, ó, igen, igen. Így már azért érthető a dolog. Meggyújtjuk itt a faanyagot. És így fel tudok mászni. Oké. Okay. Oké. Okay. És itt vagyunk. Nagyon jó. Ó. Ez most még egy templom? Hogyha ezt a templomot elkülönítették a másiktól, akkor annak megvan az oka. Akkor biztos itt lesz az aranyszobor. Nem akarták az építői ennek a templomnak ugyanabba rakni. Úgyhogy csináltak neki egy új templomot. Oké. Okay. Biztos, hogy van itt is egyébként ékkő, de most nem fogom megtalálni. Furák ezek a blokkok. Nem fogom megtalálni az égköveket. De megtaláltam, oké. Okay. Mondjuk nem volt nehéz, mert... A motivációm... F... Cubic Pro. Hú, ez valami temetkezési hely, de úgy látszik egy kicsit, ez valami easter egg lehet a pályán. És úgy látszik, hogy a motivációját is eltemette, gondolom azért. Hát nem egyszerű egy ilyen pályát létrehozni. Tehát gondolom elment egy kicsit a motivációja is, de örülök, hogy nem adta fel, mert nagyon jól néz ki. És nagyon jól meg lett csinálva. Tehát arra kell bemennünk, ami elképesztően jól néz ki. Nem is tudom, hogy mit fogok indexképnek használni ehhez a pályához. Minden esetre itt fölmegyünk, igen. És ez miért jó? Miért jó, ha én ilyen magasan vagyok? Hát igazából nem látok semmi okot arra, hogy én ott legyek, úgyhogy... Nézzük meg ezt a mászókát itt. Úgyné. Hát ennek nincs semmi értelme. Ó, oh, nem itt kellett volna. Hol vagyunk? Itt vagyunk. Hát nem tudok felugrani, nem tudom mi értelme van ott. Na jó, akkor menjünk. Nézzünk szét. Itt van egy kis víz. Folyás. Itt olyan, mintha lenne egy bejárat, de... Ó, az előbb, mintha meg szét tudtam volna törni, de nem történik semmi. Nézzük meg a másik oldalt. Itt is van vízfolyás. Van valami benne? Nincs. Oké. Okay. Na, itt már vannak dobozok. Azt hittem, hogy meg tudom gyújtani a ládákat, de nem. Akkor nem tudom, miért volt ott. Szerintem az is valami easter egg. Úgy látszik, itt elkezdett unatkozni a készítő, és ilyen easter egg-eket rakott be. Na jó, akkor menjünk be a főbejáraton. Húha, itt megint lesz egy harc. Illetve itt ki lehet nyitni dolgokat, két dolgot is. Tök jó, hogy ilyen gyors vagyok ennek a fegyvernek köszönhetően. Itt van valami? Apá. Itt. Nem már, hogy nincs itt semmi. Nem volt itt semmi. Oké, akkor... Akkor indítsuk el szerintem. És ez itt a 9. kör? Már azt hiszem. Hello! Ajaj, bár is megölnek mindjárt. Na nézzük csak a képességeket. Vannak ezek a...
lőhető lövedék akármik, amik most nem segítettek. Illetve van az a talajláva cucc. Vagy láva talaj. Most egy kicsit ide futok közéjük. Ajaj, nem volt jó ötlet. Aha, ott azt figyeld. És felgyulladtak, nagyon király. Viszont ennek van egy fél perces cooldownja, nem? Igen. Oké, akkor addig használjuk ezeket. Sőt, egy fagyasztást. Au! Ah, és pont amikor befagyasztottam őket. Nem működött, amiért a fagyasztás elsőre. Ja, mert ez meg még, ez is cooldownom van. Oké, akkor használjuk az összes fegyverünknek a képességét. Szerintem most már itt ott tartunk egyébként, hogy használni kell őket. Ajaj. Nem tudok láva cuccot. Ó, ott van, azaz! Nagyon jó, égjetek. Oké. Halljál már meg. Igen, akkor van itt ez a fagyasztó cucc. De ez még ez is cooldownom van. Most mindent elhasználtam. Ne. Hagyjatok. Ne. Ne ölj meg, légy szíves. Szeretném ezt minél kevesebb halállal megcsinálni. Au. Huha. Ne. Úristen, még itt is vannak. Ajaj, fuha is lövi rám közben a tűzgolyókat. Na várjál, csak ide gyűjtöm őket, csak az a baj, hogy vannak tűzgolyósok is köztük. Au. Ó, fönt van az egyik, figyelitek? És akkor... ott van, aha, égjetek. Ó, nagyon jó. Zene füleimnek. Jó, visszamenekülünk ide. Maradtak? Ó, maradtak itt. Ó, hát itt megint meghalunk. Itt megint meg fogunk halni. Nem látok semmit. Túl sokan vannak. Ékás, te ne lőjél onnan! Azt hittem, hogy biztonságban leszek, de nem. Ezek meg fognak ölni megint. De ez így nem élvezetes. Ó, viszont tudtam aktiválni a talajláva, lávatalaj képességet. Oké, itt legalább most nyugi van. Öljük meg a fejeket. Jó fejek vagytok, csak... mégiscsak. Oké. Próbáljunk meg egyszerre kevesebb zombival foglalkozni, csak nagyon nehéz. Eddig is ezt próbáltam, de nagyon nehéz. Próbáljunk egy fagyasztást. Nem tudok fagyasztani. Eddig ez a fagyasztó fegyverem, nem? Cold floor, igen. Na most. Így van, fagyjatok meg, és akkor láva képesség. Nem működött. Ott egy síndarab, oké. Okay. Látszik, így működik a, ez a mechanika. Úristen, ez nagyon durva. Na jó, akkor gyertek. Hogy? Oké. Okay. Na, itt egy csomóan meghaltak, viszont vannak még mindig is. Valahonnan lőnek rám még mindig ezzel a tűzgolyóval. Au, ne! Nem tudom, miért mondtam, hogy au, amikor megnyitottam az inventory-mat. Oké, végre látok normálisan. Hello! Hello! Kritikál hitet kell alkalmaznom, srácok. Oké. Valami kis epic zene jó lett volna a háttérbe, de az majd a boss fightra maradt szerintem. Kéne még egy jobb fegyver, mielőtt megküzdünk a bosszal, de hát ezt nyilván nem én döntöm el, hanem a játék. Kíváncsi vagyok, hogy lesz-e valami kis segítségem. Ó, oh, szevasz. Az igen! Hello! Ó, Istenem, mekkorákat dob rajtam. Hello! Hát meg se tudom ütni egyáltalán. Na. Nem lősz meg. Azaz, oké. Okay. Dobog a szívem, ami egyébként egy jó dolog. Még mindig van valahol, mert még nem ért véget a hullám. Hol van? Tudja, hogy csak egy ilyen kis kar mászkál valahol. Nem látom. Ott mászkál egy fej. Ő volt?
Aha, igen. Ez volt a 9. hullám. És akkor a 10. lesz a boss fight. És van egy optional challenge már megint, úristen. Na jó, nézzük. Szerintem már vagy egy 3 órája veszem ezt a videót, úgyhogy... Érdekes. Oké. Itt egy kar. Hát igen. Feltöltöttük vízzel mindkettőt. És akkor most tök mindegy, hogy merre megyek. Hát akkor nézzük meg ezt. Aha, itt is így jutottam volna ki, oké. Kéne egy kis fény, nem? Elkezdődött a challenge. Nagyon tetszenek ezek az optional challenge-ek, hogy így berakta őket. Ezzel is hosszabb a pálya. Ó, itt mi van? Vannak ilyen különböző járatok. Ja, onnan jöttünk volna, ha. Ez csak ilyen kis átjáró, de valami szerepe biztos van. Ó, itt is van valami parkör. Szerintem ide is víz fog kelleni, mert ezt alapból nem fogom tudni megcsinálni. Honnan szerzek vizet? Ez itt a kérdés. Itt egy kar. Felemelt egy oszlopot. És... Ja, hogy ezeket is fel kell emelnem, aha. Csak hogyan? Hát itt nem tudok sehova sem menni, tehát ez már biztos. Akkor menjünk vissza, és nézzünk szét fönt. Vagy várjál, itt mi van? Ja, innen jöttünk. Ez volt a innen, igen. Ezt jól megmondtam, oké. Amazing room, igen. Nagyon elképesztő. Itt egy gomb. Ó, jön a víz. És most már meg tudom csinálni azt a parkört. Használjuk az 1.13-as úszást. Aha. Igen, itt úszunk. Csak fulladozunk is közben. És itt a második kar. Így van, emelkedik az oszlop. Ó, eltűnt a víz. Ne már! Ne, és én úgy jutok ki innen. Sietnem kellett volna. Hát... Bocs. Hát, nem tudtam máshogy megoldani, de egyébként vissza kellett volna úszom szerintem. Oké, a lényeg az, hogy fent van a második oszlop. És ott kell majd a harmadikat fogadjunk. Igen. Nem, itt van egy gomb. Ja, és ott a kar, akkor ez megint vizet fog hozni? El kell árasztanom ezt a csapdát. Igen. Ez mi volt? Itt megváltozott. Ó, itt a... A padló változik. El kell árasztanom ezt a termet. És úgy be tudom vezetni a vizet. Aha, jön a víz. Ne! Jó, semmi baj. De ez baj. Várjál, felúszunk szépen. Oké. Okay. Ja, mert itt jön a víz, aha. Ja, értem, itt befolyik szépen. De hogy folyik itt el? Itt jön, igen. Követi itt az árkot. Szerintem meg kell nyomnom majd. És akkor befolyik valahogy, de hogy azt nem tudom. Jó, akkor megvan. Igen. Futás, futás, futás. És itt jön valahogy a víz. De nem, mert nem tud elfolyni oda a víz. Valahogy, mintha itt módosítani kéne ezeket az árkokat. De hogy azt nem tudom, mert ugye innen érkezik a víz. Itt folyik be. Itt jön.
Itt vesz egy kanyart, itt jön megint erre, igen, így jön. És itt már megakad. Tehát nem tud befolyni erre a helyre. Most a kérdés az, hogy hogy tudom én ezt megoldani, hogy befolyjon. Miért lett itt ilyen sötét? Ez nagyon különös, mármint ez a vizes történet, hogy... itt jön a víz. Aha, és addig tud folyni. Ja, hogy változik a járat! Ó, ezt nem mondta senki, mindig más mintázatban jelennek meg. Most itt el tud folyni erre. Ott át tud jönni arra. Na ez a jó megoldás, így lesz jó. Így fog befolyni a víz. Azt hittem, hogy nem tudtam, hogy változik a padló mintázata, meg az árkok rendszere, de úgy néz ki, hogy mármint nem árok, inkább csatorna. Na itt fog jönni a víz. És befolyik, és igen. Átmegyünk, igen, meghúzzuk, igen, visszamegyünk, mielőtt eltűnik a víz, és bemegyünk a tüskék közé, ez az. Oké, és jól időzítettünk, mert már el is tűnt a víz, és felemelkedett a harmadik oszlop. Nagyon jó! Na ez egy nagyon jó puzzle volt, hát ez... egy kínos befejezése volt ennek a dolognak, és én itt most így jutok vissza. Szép lett volna, hogyha egyből meg tudom csinálni, de hát természetesen el kellett valaminek romolnia. És akkor most elvileg kapunk még több protection-t és még több életerőt. Aminek eddig egyébként nem láttam jelentőségét, de biztos van valami. Így van. Armor Protection. Tényleg, nem kaptam... Ja, most már ennek növekszik, most már plusz 8-as védelme van. A legelső részben, ha visszaemlékeztek, még nulla védelem volt rajta. Oké, akkor teljesítettük a challenge-et, mehetünk tovább, és elvileg most már a boss fight következik lassan. Várj, én nem tudom, most ez egy nagyon hosszú pálya volt a készítő részéről, de én nagyon örülök neki, csak nem kellett volna így egybe fölvennem az egészet, mert már fáradok, és a puzzle-ok is egyre nehezebben mennek. Igen, ezt itt kinyitottuk, és akkor jön itt most a lépcső. Ajaj. Ó, itt van a sötét barátunk. Meggyújtjuk, és utána lehet sebezni. Meggyújtjuk, au. Lehet sebezni, oké. Egy kis fényt viszek az életünkbe, hogyha nem haragszotok. Ott majd meg lehet gyújtani a falat. Oké, nézzük. Legendary megint! De jól néz ki. Szerintem volt ilyen fegyver az előző pályákban is. 5-öt sebez, ez pedig 6-ot, nem már. Viszont ennek van hílelő képessége meg. Tűzgolyó képesség, és azt írja, hogy egy nagyon gyönyörű kard. Ez a tökéletes fegyver arra, hogy clickbaites indexképeket csináljon az ember. Wow, ez tetszik. Oké, rendezzük szépen itt a dolgokat. Tehát ennek van egy olyan képessége, hogy heal totem. Ó, igen, ez volt az előző pályán is. Igen. Ez heal-el engem. Jó. Meg ugye tud tűzgolyót lőni. De ez csak 5-öt sebez, ez mondjuk elszomorít. De milyen jól néz már ki. Wow, még Indiana Jonesnak se voltak ilyen fegyverei. Oké. Jó, hogy gyűjtöttük ezeket az égköveket, mert... így nagyon jó kartokat kaptam. Srácok. Megvan, amit kerestünk.